Sziasztok srácok, egy pár dolgot szeretnék mondani, mielőtt a videót megnézitek. Szóval egy kis csúszás volt a dologgal, azért mert az előző héten Európába látogattam egy hétre, és a jövő héten is el fogok utazni egy ilyen jó 10 napra. Úgyhogy nem nagyon van időm a videókat csinálni, de ne aggódjatok, van még LEGO bőven, kibontásra váró LEGO, illetve más projektek is elindulnak. Készül egy nagyon érdekes koprodukcióm, amit valószínűleg nem ezen a csatornán fogtok látni, de mindenképpen megosztom majd az örömhírt. Ez egyébként az eredeti, hogy mondjam, az eredeti stílusom, az eredeti küldetésemhez kapcsolódik szorosabban, nem pedig ugye a LEGO bontáshoz, úgyhogy remélem, hogy azt is majd sok szeretettel át tudom nektek nyújtani valamilyen formában. Jó szórakozást kívánok a videóhoz, és hamarosan jön majd a folytatás. Sziasztok! Sziasztok, én Bálna vagyok, üdvözöllek titeket egy újabb kamu kínai LEGO bontós videóban. Ahogy látjátok, itt is bizony román érlelő hideg lett, nagyon vacsonak a fogaim, de hát egy termosz tea mellett szerintem el tudom viselni ezt a 10-15 percnyi kamu LEGO bontást. Úgyhogy nézzük a mai áldozatokat. Ugye ez a Star Wars szériának a második része, úgyhogy ez a 4 bad boy lesz a mai alany. Hát már erőszeretettel várom a bontást, úgyhogy hát csapjunk is bele gyorsan. Nos, hát először akkor nézzük az eredeti trilógiából a Scout Trooper haverunkat, aki ilyen nagyon-nagyon menő néz ránk. Itt láthatjátok a gyönyörű szép borítón, egyébként egész ilyen jól megvan csinálva, mögötte egy csillagromboló, félig LEGO, szerintem félig ilyen valamilyen, nem tudom, tervrajza van, és ebbe ugye van még a űrjárgánynak egy darabja, ez is ugye az a Jindal Marco és Space Force, úgyhogy ne is késlekedjünk, itt egy kártyát kapunk, ami hát megmagyarázhatatlan módon rajta van még Jango Fett is, úgyhogy mindegy, ezt most egyet nem tudom kommentálni. Úgyhogy nyissuk ki azt a rohadt! Nyissuk ki őt, és hú, de zsivány fejed van, pittya. Nagyon-nagyon menő a sisak, bár a fene tudja, hogy ez mennyire kicsit előtt a szín, ahogy érzékelem. Gyorsan pikpak megkapja a két lábat, meg a két kezet. Ahogy az így lenni szokott egyébként, megint három kezet kaptunk. Minőség számít, gyerekek, nem a mennyiség. Na mindegy, nem én mondtam. Igen, és amint látom, ebből a LEGO-ból, nem, itt van, rá van téve erre, milyen kis sunyig, hagyják, hogy én fedezzem fel. Szóval bele kell rakni ezt a kis reteszt, vagy mi a jó ég, így, és akkor ki tudom egyébként majd lövetni a lézert ebből a puskából. Hát ez viszonylag egyszerű volt, jó pofa a gyerek, olyan pöppet el van tolódva az arc, vagy ez a maszk, ami egy kicsit olyan kamuvá teszi az egészet, de egyébként így érzésre, feelingre teljesen LEGO. A második betyár nem más, mint Luke Skywalker, ő nagysága. De le is pattintom ide, nézhetitek, itt van a, nem tudom, LEGO Technic, vagy nem tudom mi ez a más itt ide rajzolva. Itt a háttérben látunk egy tavat, itt van egy kisebb, más így lesz fölépítve, és hát igazából az arckifejezésen kívül nagyon más nem tudok elmondani. Nézzük is akkor a kártyát, wow, egyből ki is rántottam mindenestől. Van itt egy Metropolis mögött, itt egy híd, abszolút beleillik a Star Wars környezetébe. Hát a kártyáról ennyit. Azonnal megszabadulunk ettől az ocsmány csomagolástól. És borítom ki nektek ide Luke Skywalker-t. Oj, de mérges vagy, mi történt, miért vagy én mérges? Magad se tudod mi. Oké, láb meg. Van, két, három, várjál, itt is három kéz van. Ezt egyszer megfejteném, hogy miért raknak bele három kezet, vagy lehet, hogy nem tudom, hol kéne utána néznem, vagy lehet, hogy minden LEGO-ba így van, nem tudom. Nagyon rég bontottam igazából igazi LEGO-t, egyáltalán nagyon rég volt a kezemben igazi LEGO, nem tudnám megmondani, de hogyha esetleg valamelyikötök tud erre válaszolni, azt megköszönöm. Úgyhogy szokásos Korda Gyuri haj, ezt mindig nehezen találom meg a... Ó, megvan, oké. Fantasztikus, egy nagyon csúnyán kinéző lézer a lézerkardból. Oké, belehegeztem ide a bal pracliba, és még van egy lézer fütykös is, úgyhogy ebbe is a kis retesz bele rántom. Így ni.
Oké. Úgyhogy nagyon-nagyon full force-al itt Luke neki támad majd mindjárt Darth Vadernek. Szerintem ő elég pompa, nem tudom ti mit gondoltok. Sorban harmadik nem más, mint a Stormtrooper, aki egy nagyon ikonikus karakter ugye a Star Wars-ban. Nézzük, hogy hogyan sikerült lemásolni itt a Jinranos fiúknak. Ej, hol a kártyám? Itt van a kártya, nézzük. Azt, hogy itt egy egész légiót kapunk. Hát itt a korábbi két bontást megtaláljuk, ugye a Obi-Wan-t és a Kodot, aki egy másik Clone Trooper. Hogy ezeket miért kell rábaszkurálni, azt nem tudom, de hát ő se kapta meg a saját Rivalda fényét, szegény Stormtrooper. És egy vidám kaszabolás után pedig, és le is döntöttem a mikrofont közben, szóval itt láthatjátok a darabkákat, szokatlanul sok van egyébként, vagy legalábbis is szemre, hú, nagyon-nagyon mortos a fiú, nem tudom mit evett reggel. A maszk az nekem tetszik, nem rossz, egyáltalán nem rossz. Itt a kézvihar, szokás szerint 3, úgy, ezekkel mindig meggyűlik a bajom, ráadásul szerintem a vízfolyagos az ujjam ezektől, bele patintásoktól. Úgy, szokásos tukke, ezen sokat nem kell agyalni, te is kapsz egyet a bal kezedbe, itt a kis talapzat. Hát, gyerekek, ez a legmérgesebb, vagy legszomorúbb és mérgesebb Stormtrooper, amit valaha láttam. Ha leveszem a maszkot, akkor csak sokszorozódik a hatás, úgyhogy nagyon délceg. Nos hát, Darth Vader is megérkezett ide a kezembe. Ő lesz a következő bontás, és egyben az utolsó is ebből a szériából, úgyhogy nézzük. Hát a borítón látunk egy ilyen jeges tundrát, mögötte valamilyen űrhajó. Nem is tudom, flottát, itt ilyen kék áramok vannak, és hát ő felsége Darth Vader. Úgyhogy fú, nagyon-nagyon profi ez a háttér. Na hát ő képes volt, ő megkapta saját magát egyedül, tehát nem kell mellé semmilyen másodhegedűs légiós. Egyébként észrevenném csak egy ilyen apróság, hogy ez a maszk, ez pont olyan, mintha nem erre a cuccra lenne rárakva, tehát sokkal kisebbnek tűnik a fej, és a másik pedig az, hogy szerintem nem is, tehát nem is egyezik meg egyébként a testtel. Tehát ez a fény, meg maga a grafika jellege szerintem egy kicsit eltér. Na mindegy, ennyit a kártyáról. Nézzük az igazit, ami ugyanis a legnagyobb, a legjobban várva várt kis kamu Lego ebből a szériából szerintem. Sokak által, hú, nagyon pusztít ez az arc, nagyon-nagyon gonosz. Nem lett öreg, de gonosz, nagyon. A maszk az hatalmas, tehát a kártyától eltérően hatalmas. Bocsánat, itt a függönyt, ugye a köntösét még ide rá feszítjük, így hadvitorlázzon egyet. Fú, nagyon bedesszeri van itt. Minden fekete, ahogy az kell. Semmi rasszizmus, ugye? Azt nem. Merre mondják? Egy kéz, két kéz, három kéz, hopp, megfogtalak, nincs harmadik. De itt van, ez csak kacsó. És egy lézerkard, ami szokásostól eltérően egy kicsit jobb. Kicsit jobban néz ki szerintem. De sose tudom, melyik oldal az igazi, talán ez. Úgy. És téged megtisztelek, neked pedig egy jobb pracliba rakom bele. Darth Vader-re gyerekek, egyetlen egy rossza van, nincs. Ez úgy jó, ahogy van. Úgy tökéletes, ahogy van. Szerintem hibátlan. Én örülök neki. Kevesebb hülyeséget kéne mondani. Ez tökéletes, azt mondom, ez volt a legviccesebb. Tényleg? Mi volt ebben vicces? Nem tudom, jó volt. Na srácok, akkor összerakjuk ezt az űrtrabantot, nézzük, hogy az a járgány hogyan muzsikál vagy furikál. Megpróbálom minél gyorsabban összepantítani, közben pedig mindenféle baromságot mesélni. Úgyhogy kezdjük is. Itt van mellette a kis tervrajz, úgyhogy tudom, hogy ezzel az ágyúval vagy ezzel a középső tengelyel kell kezdeni. Erre pedig rá is csattintom ezt a kereket, úgy. Azt mondja, hogy kell hozzá még egy kerék, ezt is pillanatok alatt megoldom. Hú, hát ez nagyon lepra sajnos, ez nagyon, nagyon műanyag. Nem tudom minek hívják, de amire rárakod az abroncsot, ez egy nagyon ilyen ócska alkatrész, pillanat alatt le fog pattanni. Nem tudom, megvan a másik oldalon, itt se jobb. Na mindegy, a nyőszörgéstől távolodjunk el. Megnézzük a másikat, azért van lehet, hogy egy kicsit jobb lesz.
ugyanolyan szar, na jó, mindegy, tegyük alá. Fú, na, nagyon korrekt, már is teljesen izé Star Wars feelingje lett, hát nem. Úgyhogy nézzük itt, legtetején van egy kis segítség, van ez a középső elem, illetve van egy, húha, közel kell lennem szemmel, különben egyébként fogalmam sincs, mi van itt. Én úgy láttam, hogy valami szürke elem van itt, de hogy, wow, minden itt van előttem, szóval ezekből kell összerakni, ez nem tévedés. Én úgy gondolom, hogy létezik, hogy ebbe kell vagy beleszorítani? Kizár dolog. Nem, hát akkor csak ez lehet, de ezt meg... Atya úristen, most jöttem rá, hogy mi a probléma forrás. Hát ebből a lányból kettő kéne, hogy legyen. Kettő bizony, nem egy. Úgyhogy szerintem adjatok nekem 5 percet, és közösen karakúrral kitaláljuk. Közben a másik kamera egy picit kimúlt, de közben meg tudom mutatni nektek, hogy karakörmester sokkal jobban boldogul, mint én. Úgyhogy már látni is lehet, itt egészen jó formálódik ki ez az egész kis traktor. Ez az ilyen space, nem is tudom, space kombáj. Nem lehet mit mondani rá, annyira fertelem, de ez a ilyen, nem is tudom, ilyen koszos abroncsokon guruló, mindenféle ilyen kanalakkal felszerelt. Ja, egyébként megvett a második tűz is, miután elküldtem őket a jó büdös, tudjátok hova. De úgy néz ki, hogy nagyjából kész van. Itt egyébként a készcsonkokat látjátok itt, amiket így elfogyasztottunk idők során a többi játékban benne. Ja, és itt van még két. Ezek pótalkatrészek, hát nem utogass. Hát figyelj, hogyha valamelyik eltűnik, akkor bármivel helyettesíthető. Találd fel. Ja, és nem raktál rá egy semmit. Tehát rá kell rakni minimum Darth Vader-t, mert ezen fog bevonulni a csatába. Még maga se tudja, de ez az új találmány, az a birodalomnak az új járgánya. Hoppá! Nem olyan üzemképes, mint gondoltuk. De nagyon fajn. Kicsit gurítgas, mint hogyha 5 éves lenne. Azaz. Megy ez, látjátok? Igazi jó kis találmány. Na ilyen, amikor Kína beleavatkozik a Star Wars szagába, és önálló ötleteket talál ki. Jó pofa. Szóval, srácok, összeraktuk ezt a 4-es fogatot. Itt egy ilyen kis emberi százlábút még csináltunk a Space Traktoron. Hát, nem tudom, vegye csak az érzéseim, igazából semmi baj nem volt ezzel a szériával. Kicsit elnagyoltak, kicsit gagyik egyébként az elemek. Nem túl vészes, szóval igazából annyira nem jársz velük rosszul. Szerintem egy ilyen 10 éves gyerek, vagy akár 6-tól 10 éves korig fel se tűnik a különbség, nem is érzik a minőségbeli eltéréseket. Így azért felnőttként az ember látja persze a problémákat, de hát igazából elég sok pénzt meg lehet velük spórolni, úgyhogy szerintem jó jár, aki mondjuk ezt a szériát szerzi be. Pár dolgot, amit korábban vettem, azt eléggé bánok, de szerintem ezzel egész jól jártam. Meg szeretném nektek mutatni itt a következő adásban a delikvenseket. Lesz egy Torus Maximusunk, aki nagyon sok mindent ígérnek, például, hogy éjszaka fluoreszkál a talpa, úgyhogy kíváncsi vagyok. It was at this moment that he knew he fucked up. Ő ezt tolt, papicsám, az előbb meg azt mondta, hogy ezt tolt. Hol vágjam meg? Basszaj. Nehogy is, nagyon sokat beszéltem, ugye vattátokok. Tehát a következő epizódban pedig nem más lesz található, mint az egyik az Iron Man. Róla azt hazudják, hogy fluoreszkál a kristály blokk, amit a talpára lehet illeszteni. Hát majd meglátjuk, hogy mit sikerül összebénázni ezzel. Lesz egy Star Wars-unk, tével, igen, jól hallottátok. Minden gusztustalan, ami ezen a dobozon van igazából vérlázító. Az angol, a helyesség, a képek, ezek a grafikák, igazából vicces lesz szerintem. És a végén pedig lesz egy Lele márkájú Thor, akit szerintem annyira nem lehet elcseszni, de itt ígérnek hozzá egy Super Jumpert. Úgyhogy meglátjuk, hogy mit tudunk ebből kihozni a következő részben. Köszönöm, hogy velem tartottatok most is, remélem, hogy találkozunk a következő részben, és ne feledjétek, védjétek a ceteket!